Nagy szükség volt ennek a városrésznek, egész Győrnek is, sőt Pápáról, akik jártok, azoknak is, ez fölgyorsítja a forgalmat, és a balesetveszély is, remélem, ha megszokja mindenki a közlekedésnek az előnyét, akkor nem fog baleset történni ezen a szakaszon. Egy elégedett győri, aki már hosszú évek óta várta, hogy biztonságosabbá váljon a 83-as számú főút Győrbe bevezető szakasza. Az elmúlt ősz végre meghozta a várva várt fejlesztést, a szakemberek hónapokon át megfeszített munkával kétszer két sávosra bővítették az 1 kilométeres szakaszt, az autópálya felhajtóknál pedig turbó körforgalmakat alakítottak ki. A közel 1,5 milliárdos beruházás karácsony előtt vált közlekedhetővé, és azóta be is váltotta a hozzáfűzött reményeket. A térség országgyűlési képviselője szerint fontos fejlesztés készült el a régióban élők számára. Ezt a csomópontot azért kellett felújítani, mert sajnos rengeteg baleset volt, és másfelől pedig nagyon megnövekedett a 83-as útnak a forgalma. Azt javasoltuk a kormány számára, hogy biztosítson forrást ennek a csomópontnak az átépítésére. A kormány döntött, és nettó 1,4 milliárd forintot biztosít arra, hogy 3 körforgalommal, illetve közel 1000 méter út kétszer kétsávosításával garantálni lehessen a biztonságot. Az elmúlt hónapokban megfeszített munka zajlott itt a munkaterületen, és azt tudom örömmel mondani a győrieknek, Győr környékén élőknek, hogy ahogy megígértük augusztusban, most karácsony előtt át tudjuk adni, vissza tudjuk adni a közlekedők számára ezt az útszakaszt, és úgy tudjuk visszaadni, hogy gyakorlatilag a munkák nagyobbik részével elkészültünk. A metró csomópont tehát elkészült az ünnepek alatt, és január elején a gépek és a szakemberek is pihennek, de hamarosan jön a folytatás, hiszen Pápa felé egy újabb szakaszon lesz 4 sávos a főút, és még egy turbó körforgalmat is építenek a nyárig. A beruházás során teljes zárás várhatóan már nem lesz, de kisebb-nagyobb korlátozásokra még számítani kell. Folytatódik tovább a munka. Egyrészt a további szakaszokon újabb 3 körforgalmi csomópontot építünk. Ez jövő év nyarára elkészült, tehát 2018 nyarára átadásra kerül, és párhuzamosan folyik kiviteli tervek, engedélyési tervek készítése a Győr és a Pápa közötti szakaszon, kétszer kétsávos úttal, nagyrészt külön szintű csomópontokkal fog megvalósulni. A kormány elrendelése szerint nem csak a tervezésre, előkészítésre kapunk forrást, hanem a kivitelezésre is. Tehát amint a tervek rendelkezésre állnak, indul a kivitelezési tender és a kivitelezés. Amióta átadták a megújult metró csomópontot, komolyabb baleset nem történt, a környék közlekedése biztonságosabbá vált. Persze sokaknak még tanulniuk kell az új rendet a körforgalmakban, így koccanások azért előfordulnak, de idővel minden autós hozzászokik majd a modern csomóponthoz, ami nagyban megkönnyítette az erre járók mindennapjait.